Mennyi Atyán, köszönjük neked, hogy a te fiadban, a názárti Jézus Krisztusban, fiaddá fogadtál bennünket, hogy ezt már az örök valóságban elrendelted, hogy megszentelj bennünket és fethetetlenél állítsál minket a te színed elé, hogy a kegyelmednek sokféle gazdagságát magasztaljuk, dicsőítsük. Mai napon is az Úr Jézus Kisztus nevében gyűltünk ide erre helyre, azért, hogy ezt a szent, hatalmas, nagy nevet fölemeljük, amelyről megvan van érve, hogy minden térd meghajol neki, és minden nyelv megvalja, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Uram, köszönjük neked, hogy elhoztad a királyságodnak a jó hírét, és várjuk, Uram, hogy a királyságod látható módon is megvalósuljon a Földön, és köszönjük neked, hogy a Szent Szelem által már jelenvalóvá tetted az életünkben, és csodálatosan munkálkodsz a Szent Zélek által, és köszönjük, hogy a mai napon is kéz vagy bennünket megerősíteni reménységben, hitben, szeretetben, hogy megálljunk a te kegyelmedben, a te jelenlétedben, és megerősödjön bennünk az új ember, amit valóságos szentségben és igazságban teremtettél. Köszönjük neked, Uram, hogy a halálnak és a bűnnek az uralmánál fölszabadítottál bennünket, amikor is a haláloddal és eltemetkezéseddel egyé vártunk, és veled együtt az Atya Isten megelevenített, hogy többé ne a bűnnek éljünk, hanem az igazságnak, és Isten dicsőségére cselekedjünk. Köszönjük neked, Uram, hogy Te itt vagy a népeddel, itt vagy jelen, közöttünk, a szívünkbe lakozol, közöttünk jársz, és ki van nyújtva a kezed. Én kérlek téged, hogy érintsd meg a testvéreimet, áraz a mennyből a te gazdag áldásodat, kegyelmedet, és szabadítsd meg azokat, akiket az elmúlt időben az ellenség megtámadott, akár testüket, akár a lelküket, akár a szellemüket. Kélek szabadíts fel az Úr Jézus közös nevében, hogy Isten szellemének az uralma alá kerüljenek, és élvezzék azokat a kegyelmi ajándékokat, amelyet eddig már megadtál nekik, és örvendezzenek, reménykedjenek abban, amit ezután fogsz megadni, mert te a szent munkádat nem fejezted be, és jó reménységgel nézzünk a szent élek jelenlétében a te munkádra, amit végzel a jövőben, mert be is fogod teljesíteni, ami most még folyamatban van. És köszönjük, Uram, hogy tökéletességre vezesz bennünket, és minket is a Te kegyelmed által, bár ember számára lehetetlen, tökéletes emberekké teszel bennünket, Krisztus Jézusban, az Ő hatalmas kegyelmében. Ezért áldunk, magasztalunk, dicsőítünk Tégedet most is. Könyörgök azokért, Uram, akik még engedetlenségben vagy bűnben élnek, hogy szólj a szívükhöz, Uram, hogy ne aludjanak el a bűntől, hanem fölébredjenek, fölkeljenek, hogy vegyék az Istenek a szellemét, hogy megelevenedjen a szellemük, hogy elne ne örök életük legyen, és fölkészüljenek a te visszövetelednek a napjára, amely hamarosan meg fog történni, és meglátni tégedet minden szem. Mi is meg akarunk látni tégedet, Uram, de nem bíróként, ítélőként, ha nem haragodban akarunk, Uram, látni tégedet, hanem az irgalmadnak, szeretetedben, a teljességében. Ezért adjál kegyelmet mindannyiunknak, és támogass bennünk, és munkáld bennünk a jó akaratot, a jó akaratot, hogy az hátra levő időnket Isten félelemmel töltsük be, és szolgáljunk tégedet, és hirdessük Isten országának a jó hírét, embertársainknak, hogy megtérjenek, és megszabaduljanak a mi úrunk Jézus Krisztus hatalmas nevében, amely néváldott most és mindörökké mondjuk közösen, hogy Amen. Tisztelettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Kisztus nevében. Jó az Urat dicsérni, jó az Úrral közösségbe lenni, dicsőség Istennek. De a Szentekre a közösségébe vagyunk. És nagy dolog az, hogy Isten Fiává fogadott bennünket Jézus Krisztusban. Mondjad, hogy velem ennyit, hogy hiszem, hiszem, hogy Jézus Krisztus által elnyertem a fiúságnak a szellemét, és Istennek az örököse lettem. És nem a szolgaság szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Istent atyámnak nevezhetem. És a Szentlélek, Lélek, a szellememmel együtt ez bizonyságot, hogy Isten gyermeke vagyok, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem, hogy Jézus Krisztus az élő Istenek a fia, aki azért jött, hogy a kigyó fejére taposson, és lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, diadalmenetben mutogatta őket, és mindezek a sötét, gonosz sátáni erők, amelye világot uralják, alá vannak rendelve Jézus Krisztusnak. Én pedig Jézus Krisztussal együtt fel vagyok ültetve a mennyekbe, és az Úrban meg vagyok áldva a mennyekben minden szellemi áldással, és meg vagyok pecsételve a Szent Szellemmel, a teljes fiúságnak a Napjára, a teljes váltság napjára, amikor is a testem a halandóságtól megszabadul és halhatatlanná válik, romlandóság helyére, romolhatatlanság lép be a testemben, és örökkön örökké az Úrnak a jelenlétébe élek, az ő dicsőségébe. Ezért ma is, holnap is, és mindig, és mindörökké. Magasztalni fogom, dicsérni fogom, áldani fogom az én megváltómat, az én szabadítómat, az én gyógyítómat, az Úr Jézus Krisztus, aki úgy szeretett engemet, hogy az életét adta oda érettem, hogy megszabadítson engemet a pokolnak, a tüzétől, és fölvigyen engemet az Atya dicsőségébe. És hiszem, hogy az engesztelésnek a vére ott fönn van a mennyekbe, és ezt a vért mivel elfogadtam, ezért reménységgel jó előmenetelem van a Krisztus Jézusban, és ő nevében haladok dicsőségről dicsőségre, erőről erőre, míg nem megjelenek az Úr színe előtt, hogy színről színre lássam őt. Halleluja! Halleluja! Amen! Ha van még olyan valaki, akit nem üdvözöltél a melleted állók közül, akkor köszöntsed. Az Úr áldjon meg benneteket, jó látni benneteket. Kélek benneteket, lapozzatok egy nagyon-nagyon közismert fejezethez, a Máté Evangélium 24. fejezetéhez, Jézus Kisztusnak a proféciájához. Ott egy-két verszakkal szeretnék foglalkozni először is mert hát sok mondani való van a 21. fejezetben. Szeretném leszögezni, hogy a proféciákat úgy kell tanulmányozni, csak tanásképpen mondom az, akik még előtte állnak, hogy a legfontosabb a názáti Jézus Kisztus proféciáját tartani a, 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 első helyen, mert a proféciáknak ő a, a Jézus Krisztus adja a gerincét. Persze, minden profécia tőle származik, mert a Krisztus maga az Isten igéje, ő a kijelentés, a profétákon keresztül is ő szólt. De az evangéliumban különösen a Máté evangélium 24. fejezete, Márk evangélium 13. verszaka, fejezete, illetve Lukács evangélium 21. fejezete, de Lukács 17-ben is összesűríti a Szentlélek a názati Jézus Krisztusnak a proficiáját, proficiáit a jövőre vonatkozóan. És még egy megjegyzést hadd mondjak, ami rendkívül fontos, és ami megkülönbözteti a keresztényeket a többi világvallástól, hogy a kinyilatkoztatás elszakíthatatlan a történelemtől. Ez nem azt jelenti, hogy a Biblia történelem könyv, de egyértelműen, hogy történelmi tényeket tartalmaz, és a kinyilatkoztatás a történelmi tényekhez kapcsolódik. Ez így volt a múltban, itt van, így van már jelenben, ezt ne felejtsétek el, jelen, szeretném hangsúlyozni, és így lesz a jövőben is. Tehát ahogy figyeljük a Szent Éleknek a munkáját az egyházban, ez többnyire, ez, ugye ezt a külvilág is, meg sokszor a keresztények is úgy gondolkodnak, hogy ez vallási szférához tartozik, és gyar, sajnálatos módon nagyon sok keresztény elfogadja a világnak a bánásmódját, szemléletét a vallásról, hogy hát ez is van, és fogadjuk el ezt, hogy ilyen is van, és civilizált országban ezt, ha nem is szeretjük, de el kell törni, De hát ez egyáltalán nem így van. A mi könyvünk... Ez minden embernek szól, és a mi könyvünk, a kinyilatkoztatás minden embernek a jövőjét be is fogja folyásolni. Nem csak minden emberét, hanem minden nemzetét is. Tehát a Biblia elszakíthatatlan a jövőtől, történelmi, földi eseményektől, és ugye nem véletlenül, hogy az elmúlt napokban sokat foglalkoznak, ugye nem azért, hát persze vannak céltévesztett emberek, akik öncélúan foglalkoznak, keresztényekről is, erre is gondolok a háborúval, meg a háború híreivel, de nem kell öncélúan foglalkozni a háborúval és a háború híreivel, mert abban nagyon bele lehet gabajodni, és nem érdemes belemenni olyan vitákba, amelyből csak szóharcok származnak, de ö, megoldások nem, hanem világosan lehet látni, hogy ebben a konfliktusban világrendszerek ütköznek, illetve a világnak az alapvető fundamentuma rászkódik, és ez rendkívül fontos dolog, mert tulajdonképpen a proféciák ezt érintik is, és hát nem szeretnék nagyon pessimista lenni, de a hát tényeket szeretem hangsúlyozni. Senki nem várja a háború befejezése után teljesen független, hogy mi lesz a háborúnak a vége, de a világrend nem lesz többet stabil egészen a názati Jézus Kisztus visszajöveteléig. A názati Jézus Kisztus korábban sokkal stabilabb volt a világnak a rendje, mint most, mert a római birodalom erről gondoskodott, de fel kell készülni a hívőknek arra, hogy a világ rendszere, tehát az a rendje, amit ugye nyilván a katonai erő tart össze, és nem véletlenül, ha erős a katonai erő, azok azt határozza meg, hogy van-e béke, vagy nincs béke, és ha egyetlen nem olyan nagy különbség van a katonai erők között, akkor meg folyamatos konfliktus van, és nyilván tudjátok nagyon jól a proféciákat, hogy a jövőben lesz egy olyan egy-két év, amikor úgy tűnik, hogy megoldották a világ alapfundamentumának alap, fundamentumának a destabilizálását, gondolok az antikrisztusi rendszere, az egy világ rendszerre, de ez csak egy látszat, mert az egész rendszer káoszba fog hulladni, és az utolsó három fél év az olyan káosz lesz a Földön, amire vonatkozóan nincs történelmi előkép vagy példa, amilyen káosz lesz. Ezért is a hívőknek föl kell készülni arra, hogy a békét ne a világtól várják, nyilvánvalóan imádkozunk, hogy békességben éljünk, de elsősorban itt a fő probléma, hogy az emberek egyre arcátlanabbul és gátlástalanabbul lázadnak Isten ellen, az evangélium ellen és az Isten törvénye ellen. És ebből a, a lázadásból jön létre az a destabilizálódás, ami egyre inkább mélyül. De befolyásolhatjuk mindegyikünk egyénileg is közösségi szinten is, hogy egy, -egy konkrét hely, vagy konkrét ország, vagy konkrét helyen élő emberek közössége ezt hogyan éli meg? És ezért ebben az időben nagyon fontosnak tartom, hogy aktuális proféciákra hívjam fel a figyelmet. Elsősorban azért, hogy az imádkozásunkat tematizáljam, a te imádkozásodat. Tehát ezeket mind messze menőkig kell figyelembe venni. Utaltam erre többször is, hogy a megtérés, az újjászületés az nem a földtől, a földi valóságtól való elmenekülés jelenti, hanem a, azt jelenti, hogy a mennek a segítségével, Istennek, a kegyelmi ajándékaival, először is a legfontosabb, hogy az életmentésnek a munkájába részvegyünk, és akik elfogadják az evangéliumot, azokból olyan közösségeknek a szervezésében, építésében, erősítésében és védelmezésében vegyünk részt, amely egyre inkább Krisztus testéhez tartozik. A Krisztus testéhez való tartozás, is egy folyamat, mert nyilvánvalóan megvan az igazi egyháznak az ismérvei, és az egyszerre nem jön létre az újjászületés után, hanem azt a Szentlélek munkája ki, ahogy engedelmeskednek a hívők, az Istennek, Isten igényének. De ma azért is kapcsolódik Istenek a munkája a történelemhez, mert nagyon nagy változás állt be, különösen a második világháború után, a világnak a helyzetében, és nem lehet azt mondani, mint az elmúlt közel 2000 esztendőn keresztül, hogy csak Isten az egyházon keresztül, ez a legfontosabb természetesen számunkra, munkálkodik a Szent Lelk által, mert látjuk a párhuzamosságnak az elvét, hogy zajlik az Istennek a beavatkozása is egyre inkább nyilvánvalóbbá lesz. Istennek a beavatkozása, és a káoszt ne enged, hogy elrejtse erre vonatkozóan a látásodat. Egyre nyilvánvalóbb lesz Istennek a beavatkozása, mert ennek a káosznak igazából az a célja, hogy Isten az emberiségnek legalábbis a maradékát bepofozza, szó szerint ezt mondom, az Istenek az eljövendő földi uralkodásába és királyságába és ha most még szavazást adnál, tennének a világ minden nemzetében, azon, amely egy ellenyésző kisebbség szavazná meg, hogy akarunk-e belépni az Istenek az igazság uralmába, mert ne felejtsétek el, hogy amit mi mondunk az Isten országáról, hogy igazság, békesség, szentlélektől való öröm meg erő, az nem csak ránk vonatkozik, ez most csak spirituális módon ránk az egyházra vonatkozik, de jövőben fizikai módon is jelen lesz az egész világban, az Isten országának az alapillérei nem fognak megváltozni, hanem a Budapesten, mint közigazgatási helyen, és megvalósulak, így igazgatják a, a, a várost, vagy az országot, és a Földnek minden részén az Istennek az uralma, illetve Jézus Krisztus uralma az igazságosságon fog állni, Nyilván ebbe beletorzik a jog, mert a, után a jog és az igazságosság egységbe lesz. Most ugye ez sokszor homlok ellentétben állna, különösen mostanában látjuk ezt. Akkor a békesség, szent való öröm, és Istennek az ereje, Istennek a dicsősége mindenütt jelen lesz. És ha ma ezt megszavaznák az emberek, az emberek nagy része egyáltalán ezt nem akarja. De Isten azért gondoskodik, a világrend felbomlásáról, bármennyire is kegyetlennek tűnik, mert lejárt az idő, az ő ö, az időt felosztott a korszakokra, és a korszakoknak megvannak a céljai, például Jézus Kiszus is azért jelent meg abban az időben, amikor megjelent, mert az Istentől kijelölt, kijelölt időpont eljött, és ezért olvasunk, hogy letelt az idő, és ugye eljött a mesiás. Most pedig szintén egy kijelölt időnek a beteljesedéséhez közeledünk, és akár mit is csinál a világ, az Isten beteljesíti az ígéretét, és ehhez ma sajnos a világ olyan állapotban van, hogy olyan konfliktusban, konfrontációban áll Istenek a tervével céljába, hogy ezt Isten nem tudja másképpen megvalósulni, megvalósítani, mint egy apokalipszis folyamatba, vagy esemény sorba fogja bevezetni az emberiséget, és ezen e, ezen belül Izrelt. Azért, hogy megvalósulhasson az ő terve. És nagyon sokan sajnálatos módon, tulajdonképpen mi is, e, e, miránk is jellemző volt, hogy az életünkben meg kellett tapasztalni válságot, hogy Istenhez felé forduljunk. Nyilvánvalóan kegy nagy kegyelem az, hogyha valaki válság nélkül Istenhez tud fordulni, nagy dolog ez, de hát tartsátok fel a kezeteket velem együtt, hogy hányan segített az életetekben most, mindegy, hogy milyen szintű válság, de valamilyen baj, probléma utolér benneteket, és ez hozzásegített benneteket ahhoz, hogy egyszerűen Isten fele forduljatok. Tartsátok fel a kezeteket. Hát nem sokan ö, hagyták lent a kezüket, mert ez a helyzet, hogy mi. Ilyen természetünk van. Az ádámi természetet, a természet az ilyen. Tehát ezért a presszió gyakorlás nem csak az emberek kapcsolatában nyilvánul meg, hanem a kegyelem korszaknak az a jellemzője, hogy kicsi a presszió Isten részéről, sőt, sok esetben felfüggeszti az ítéletet, de amikor jön a krízis időszak, amikor tehát aktuálissá válik az, hogy Isten a, a jog hatóságát érvényesíti, a hatalmát, a, jog, a jogát, a emberiség, hát mert hát ő teremtett bennünket, ő hozta létre a földet, szinte nincsen semmi, ami él, szinte, azt hagyjuk el, nincsen semmi, ami él, ami ne az Isten kezének a munkája lenne. Isten ugyanolyan jó tulajdonos, a legjobb tulajdonos, ö, senkit nem enged lopni. Mert néha a befektetők vagy üzletemberek, ugye szokták mondani régebben, és nem tudom, hogy van, ugye azért csinálnak áremelést, mert ha 10%-os, 5%-os a boltból a lopás arány, akkor se legyen nekik veszteségük, és ezért azt ráteszik eleve a várt lopott ö, ö, dolgokhoz, az a, a, a értékek az árához, és ilyen módon, hát ha 5-10% alatt van, hogy meglopják, akkor még nincs semmi gáz de Isten egy százalékot sem enged lopni tőle. Ő érvényesíteni akarja és fogja, és ebbe korba már belépünk, egyre közelebb vagyunk ehhez a korhoz, a tulajdon jogát. És nyilvánvalóan, hogy ti, akik félitek Istent és az Urat szeretitek, ettől nem féltek. Mert már azt mondott, hogy te átadtad az életedet az Úrnak, és úgy nézel a testedre, lelkedre, szelemedre, életedre, hogy annak Isten a tulajdonosa. Hát azért magasztaltuk, dicsőítettük az elmúlt időben az Urat, mert ez nekem nem okoz megpróbáltatást. De az önrendelkezésükhöz ragaszkodó emberek számára nagyon nagy megrázkodtatás fog jelenteni, amikor az Isten az akaratok ellenére is érvényesíteni fogja az ő tulajdonjogát az életükre vonatkozóan, meg minden más dolgokhoz, és különösen a hatalomhoz, mert ne gondoljátok, hogy Isten közömbös a hatalomra, a hatalom eredendően Istené, minden hatalom tőle származik. És ezt a hatalmat koncentrálni fogja, összpontosítani fogja az ő kezében, és ez indult el. Máté Evangélium 24. Kijövény Jézus a templomból, tovább mélyenem hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig mondja nekik, nem látjátok-e mindezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amely nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzámenének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek? Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének eddig. No, erről, elsősorban erről szeretnék beszélni. Most tűnt fel, ahogy tanulmányoztam Istennek az igéjét, hogy az, hogy kijött Jézus a templomból, ez egy legfontosabb, egyik legfontosabb esemény volt a názati Jézus Kisztusnak a földi szolgálatában, nyilván az engedtelő áldozata, föltámadása, az egyedülálló, de a földi szolgálatában, a, hogy ki jött a templomból, ez azt jelentette, hogy többet soha nem ment be abba a templomba, és csak egy új templomba fog belemenni, és ezt a templomot maga mögött hagyta az ítéletre. És ez drámai pillanat volt, amikor a názáti Jézus Kiszus ott hagyta a templomot a tanítványival együtt. Persze a tanítványok ebből az égvilágon semmit nem értettek, nem tudták, hogy egy, egy ilyen egyszerű kis szürke, mondanám hétköznapi esemény, hogy kijött a templomból Jézus és a tanítványival együtt, egy, egy korszakváltó esemény. De ez egy igenis egy korszakváltó esemény volt, mert a, ezzel a názati Jézus Krisztus a templomot üresen hagyta, és majd megvilágítom jobban, hogy világosabb legyen, hogy miért is lett ebből korszak alkotó, illetve korszakot teremtő esemény, és miért fejeződött be egy korszak, és miért indult el ez a most is folyamatban lévő korszakunk. Ha figyelmesen elolvassátok a Máté Evangélium 20. fejezetétől a befejező szakaszát, a 21. fejezetben történik a názeti Jézus Krisztusnak az ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe, bevonul Jeruzsálembe, és a bevonulás után hová megy? Egyből a templomba. Mi csinál a templomba? Tudjátok nagyon jól, hogy kiűzi a kufárokat, de ott egy nagyon fontos dolgot mond, hogy ez az én házam. Ez az én házam. Ez nem költői kifejezés volt részéről, hanem ez e, e, kijelentést tartalmazott, vagyis nyilvánvalóvá tette, hogy ez az egész ház az én tulajdonom. És utána látjuk, a következő nap, hogy a, fari, a főpapok és a népnek a vénei, akik tulajdonképpen miniszterek voltak, oda mentek Jézushoz, szintén a templomban, és megkérdezték Jézustól, hogy milyen hatalommal tetted ezt, és ki adta neked a hatalmat. Hát nem jó ez? Nem furcsa kérdés? Hogyha bemész a házadba és a bitorlót eh, kirúgod a házadból, és akkor utána jön valaki és megkérdezi tőled, hogy mi gond zavartad ki az otthonodból a bitorlót? Hát körülbelül ez egy ilyen kérdés volt. Tehát a főpapok és a népnek a vezetői nép, presbitereknek mondják, de ezek miniszterek voltak akkor a mai szavakkal érve, hogy egyáltalán ez a kifejezés, amit ők ahogy reagáltak, a názerti Jézus Krisztusnak a fellépésére, az bizonyítja, hogy egyáltalán nem csak, hogy nem ismerték fel Jézus Krisztus, hanem nyilvánvalóan s, e, ne, e, nem ismerték föl és is tagadták, hogy bármilyen jogos kapcsolata van a názeti Jézus Krisztusnak a templomhoz. Utána még egy ké, látjuk, hogy a templomban elmond megrázó példabeszédeket Názárti Jézus Krisztus, például a gyilkos szőlőműveseknek a példabeszéde is itt hangzott el. Most nincs idő arra, hogy az elemezzük. Itt hangzott el a királyi mennyegzőről, és azt olvassuk a, a, a 23. fejezetben, hogy egy ítélő beszédet tartott a vének, illetve fraizeusoknak, irástudóknak rettenetes beszéd volt. És a vége nagyon érdekes, és itt van a válasz tulajdonképpen az egyik kérdésre, de mielőtt erre rátérnék, azért felhívom figyelmeteket arra, hogy a Új Szövetségben is két kifejezést használ a Szentírás a templomra. Az egyik a lakásra vonatkozik, tehát hogy ott lakni, ez általában általánosságra, általánossan ezt használja a templomra, de van egy speciális szó a Jeruzsálemi templomra, ez pedig a szentély, a szentséggel áll összefüggésben, hogy ez a hely, ami az Istenek a, a szentségére van oda szentelve, és az Úrnak a dicsőségéhez, szentségéhez tartozik. És az görögben ez nyilvánvalóan tudatosan van használva, nem véletlenül, hogy itt eh, eh, mi szerepel, eh, mert valójában itt a, 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 amiről mi beszélünk, meg a jövőben is amiről szó lesz egyre inkább, az a szentélynek a kérdése, és Jeruzsálemnek a kérdése. Mert azért olvastam fel ezt a részt, mert eddig is a kinyilatkoztatásnak, Istenek az űvtervének a középpontjában a mesiás mellett, a Jeruzsálem, illetve a Szentély állt. És a jövőben is, ahogy közeledünk a Mesiásnak a visszévetelére, egyre inkább a proféciáknak a középpontjába Jeruzsálem és a Szentély fog állni. És nem véletlen, hogy figyeljetek, Jézus Krisztus kiment az olajfák hegyére, biztos, hogy jártatok többen már az olajfák hegyén, és azért csodálatos az olajfák hegyén lenni, mert Közé, egy panorámát látsz magad előtt, és ennek a panorámának a középpontjában ott van a templom hegy, a sajnos nincs most templom, de ott vannak a mecsetek, stb. az épületek, és oké, okay, szuper. Hát ezt látjuk. Akkor nem is ragozom tovább. Tehát ezt látjuk. És hát most annak ellenére, hogy... Ilyen korszak van, amilyen, most erre nem akarok rátérni, mégis az embernek a lelkét és a szellemét fölemeli, mert egyszerűen ebben a jelen valóságban, ami most látunk, ebben ben van azért a múlt, és benne van a jövő. Amen. És ezért utaltam arra, hogy az Isten országát ne ilyen spiritista illetve uh, misztikus módon képzeljétek el, mert eddig is a Földön történt a kinyilatkoztatás, és a Földön fog folytatódni Istenek a munkája a jövőben is. Dicsőség az Úrnak. És ez a hely, ez a város a továbbra is a jövőben a középpontba fog kerülni. A mesiás elszakíthatatlan Jeruzsálemtől és a lakhelyétől, mert most, amit látjátok, a szikla mecsetet, az ott a földrajzi helyre vonatkozik, az elsősorban, mire most mondok, az a lakhelye és ez a nagy titka ma a történelemnek, és ekkörül vannak a purpárlék, illetve a rendszerek közötti összetűzés, még akkor is, hogyha olyan konfliktusok jönnek létre, hogy a szereplőknek fogalmuk nincsen, hogy mi ennek az, a konfliktusnak az eredője. De az eredője az, hogy a, a világrendszere meg alapjaiban meg fog változni, és a világrendszerének az alapja azon a lakhelyen lakni fog, a jövőben lakni fogó mesiás lesz. A mesiásnak az igazsága, a mesiásnak a békessége, a mesiásnak a dicsősége fogja képezni a következő világrendet, az mindig rendszer, tehát amikor azt mondjuk, hogy deszeresd a világot, akkor elsősorban a rendszerre vonatkozik, mert nyilvánvalóan vannak a világban olyan dolgok, amit Isten teremtett, és az embernek foglalkozni kell azzal. De a rendszerét nem szeretem. A rendszer alapvetően gonosz és igazságtalan, és ma hálát lehető adunk, adhatunk, ellen dialektikus módon Istennek, mert most aztán a világ mutatja a maga csúnyoságát, a gonoszságát, mert a háború ilyen, hogy fölfedi. Különösen, ha Európában történik háború, mert Európában van igazából most is a hatalom, Európai háborúk azok mindig világháborúnak a veszélyét hordozzák. És most is ezt látjuk, hogy felfedi az Európában lévő konfliktusok, a konfliktusok jönnek létre, a világ rennek a megoldatlanságát, hogy nincs megoldva, hazugságon áll a világrendje, és ezért újra és újra, erőszakkal kell a világnak a, a rendszerét, a szervezetét újra összetákolni, fenntartani, és valahogyan működőképessé tenni. De hát ezért várjuk Isten országát. Ezért imádkozunk, hogy jöjjön el a te országot. Nem csak azért, hogy a levegőt koptassuk, meg a nyelvünket, hogy jöjjön el a te országot, és akkor nem vár semmit. Hát ne így imádkozzál, hidd el, hogy annyi ember imádkozott már előttünk, annyi generáció már mondta, hogy jöjjön el a te országot, most rajtunk áll a sor, hogy mi mondjuk azt, hogy jön el a te országot, hogy végül is eljön, és az nagyszerű hír, hogy a mi életünkben ezt még megtapasztalhatjuk. Mert mindenki, aki ért, eddig ilyen reménységgel imádkozom. De azt gondolom, azt gondolom, hogy mi sokkal közelebb állunk ennek a megvalósulásához, mint az előző generációk. Dicsőség az Úrnak. Hát nem jó, hogy most élünk? Hú, de sápadtam, mondtad, depresszióval. Nézzétek, ha világra nézünk, hogy mit művelnek a, a, az, az emberek egymással, hogy gyilkolják egymást, akkor persze, hogy depressziós lesz az ember, de hát azért beszélek a proféciákról, hogy arra figyeljünk, hogy amit Isten tett, tesz és tenni fog. Dicsőség az Úrnak. Tehát a templommal kapcsolatosan. És azt látjátok, hogy leült a, a, az olajfákra, tehát A hegyére, körülbelül a tradíció ö, 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 megőrizte, a nem is pontosan, de körülbelül a helyszínt, hogy hol történt ez, és nem véletlenül, hogy így jött ki Jézusból a profécia. Vagyis ez azt jelenti, hogy a proféciákat, ha figyeled, soha ne veszést a figyelmed elől, Jeruzsálemet és a szent helyet a, a, szentélynek a helyét, illetve a szentélyjel kapcsolatos ügyet, vagy státuszt, ahogy éppen áll. Jó, hogy ezt már 2000 éve mondják, de hát sajnos Isten ennyi időt adott, ő hosszú törő, még kevesebbet, ha rajtunk múlott volna, egészen biztos nem adtunk volna 2000 évet, de azért, mert mi bennünk nincs akkor a szeretet, mint Istenben, mert az Isten a szeretet, és a szeretetet csak tőlük, tőle tudjuk tanulni, és tőle kapunk, és egyre inkább egyre, és mindig szükségünk van, hogy újra és újra megtanuljuk a türelmet és a hosszú tűrést, de hála Istennek, Isten hosszú tűrő, de sajnálatos módon most sok jel mutatja, hogy ez a hosszú tűrésének is kezd vége lenni. És ennek is megvan az oka. Tehát dicsőség az Úrnak, a Szentély és a Jeruzsálem, tehát a proféciákban közép centrum. Aki eh, tudatlan Jeruzsálem múltjával, a eh, eh, szerepével és a jövőre vonatkozóan a, 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 a küldetésével, az igazából Istenek a munkáját eh, félreérti, nem érti pontosan, és hát tudjuk nagyon jól, hogy ebből nagyon sok probléma származott, tévtanítások származtak az elmúlt évszázadokban is, hogy rosszul értelmezték Jeruzsálemet, figyelmen kívül hagyták Isten igéjét, kinyilatkoztatását, és ezért rosszul viszonyoltak Jeruzsálemhez. De most olyan korban élünk, hogy az Úr gondoskodik arról, hogy akinek van nyitott szíve, nemes lelke van, szíve van, az kaphat ezen a területen is Istentől nagyon sok kijelentést, és hála Istennek, hogy öröm, ami a, hogy a magyar társadalomban is milyen változás állt be az elmúlt évtizedekben a Jeruzsálemhez való viszonyuláshoz. Azt gondolom, hogy akik emlékeznek a 90-es évek elején, Tudják nagyon jól, hogy Izraelis, Jeruzsálem is, de különösen a szent hely, egy olyan ismeretlen dolog volt, misztikum volt, hogy az emberek rosszul voltak, hogyha erről volt szó, te abszolút nem tudták, hogy miről van szó. Ez a helyzet. Most meg öröm hallani, hogy megváltozott a gondolkozás és változás folyamatában van, és ez a változás szerintem jó irányú. De hogy eddig is befolyásolták a hívők a, a közgondolkozást Jeruzsálemmel kapcsolatosan. A jövőben is nagyon fontos, hogy ez a befolyásolás erős legyen, ne csökkenjen, hanem növekedjen és erős legyen, mert a nemzetnek a jövőjét is meghatározza a Szentélyhez, Jeruzsálemhez, Izraelhez való viszonyulás. Ezért az Istenek a munkája ma párhuzamos két, két vonalon halad, az egyház, az igazi egyház, akiket Isten használ az Isten országának az építésére, hirdetésére, és az Izraelben, ami zajlik. Illetve ami zajlik, hát az most éppen káoszról hallatok minden nap, de ez se zavarjon meg benneteket, mert nem azt jelenti, hogy meg fog kiúsulni Isten terve. Hát ezért nagyon fontos Istennek az igényének a figye, erre való figyelem, mert nagyon sokszor olyan dolgok történnek, hogy ami történik, úgy, ha az ember világi módon nézi, tehát hitetlenül nézi, akkor úgy gondolja az ember, hogy lehetetlenség, hogy az valaha is megváltozzon, és valami jó jöjjön ki belőle. De Isten hányan hiszitek, hogy mindenható? Hogy a, és szuver, hányan hiszitek, hogy szuverén? Tudjátok mi a szuverén? Hogy az, amit akar, azt meg, meg tudja csinálni. Ezzel kapcsolatosan akármilyen akadály van, nem tudja meghűsítani. Mi szuverintásunk korlátozott. A nemzeti szuverintás korlátozott. Hát most aztán még jobban korlátozva van a nemzeti szuverintás, mert hiába van népakarat, ha a, 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 a közvetlen a, a, a népkiviselt demokrácia van, látjuk, hogy ez a, olyan rendszer alakult ki, hogy ezt egyszerűen negligálják, tehát hogy ne, a se sehogyan sem működik, hanem valami más akarat dominál fölötte. Nagyon érdekes dolgok zajlanak ma a világban, is, nagy konfliktusok származnak ebből. De mi azért továbbra is ragaszkodjunk a népakarathoz, mert ez az alap, hogy a nép akarata, a nép által választott, felhatalmazott képviselők, politikusok hozzák a döntéseket, Bármennyire is valakinek nem tetszik, de hát eddig az volt a szokás, hogy akik kisebbségben maradnak, ugyan biztosítják számukra a jogokat, de elfogadják a többségnek a döntését, és nem akarják erőszakkal, káosz teremtéssel azt felülírni és megváltoztatni. De most jelen pillanatban Izraelben ilyen kísérletek zajlanak, imádkozzatok Izraelért, de egy biztos, hogy az Isten akarata fog érvényesülni, milyen mély lesz a káosz, vagy, vagy akármilyen nagy problémák is alakulnak ebből a káoszból. A 23. fejezet, és ne felejtsétek el, még a Bibliával kapcsolatosan, a számozást azt nem Isten adja, nem úgy adja a proféciáknak. Figyelj ide, Máté, most adok jelentés, Máté 23-24, ír le Máté. Tehát nem így jön, értitek? Vagy szól az Úr Jeremiásnak. Jeremiás, ír le! Hatodik fejezet, második verszaka. Ezt és ezt ír le második verszakba. Tehát ezt csak úgy elmondom, hogy ezeket a számokat emberek adták, és sajnálatos módon összefüggő proféciákat törnek meg a fejezetek száma és a, a versek száma. Ezért oda kell figyelni. Mert nem most kezdődött Jézusnak a proféciája, figyelet, a 23. fejezetnek a végén kezdődött meg kezdődött Jézusnak a proféciája, de az első részt a templomba mondta, most a proféciáról van szó, és utána kiment az olajfák hegyére, nézte akkori templomot, és mondta a, a korszak utolsó éveinek a lefőbb eseményeit, majd arról beszélünk, hogy milyen kettős értelmi van, de itt is előzetesen azt mondom, hogyha odafigyelsz a 21. fejezetbe, a válaszvonal hol van, amikor az utálatos szoborról van szó. Vagyis azt jelenti, hogy van a templom előtti utolsó korszak, és van a templom, vagyis a Szentély előtti utolsó korszak, a, a, a utolsó évek, annak a jeleit sorolja fel, és amikor áll a templom, mert ugye nyilvánvalóan, hogy az utálatos szobor az már feltételezi a szentélynek a fölállását, és utána sorolja föl a szentély utáni eseményeket, és nyilván az eljövetelét, és persze van egy kiegészítő rész, amely nem tartozik egyikhez sem, mert nem lehet beazonosítani, mert két visszajövetelről beszél, az egyik kiszámítható, figyel meg jól majd, a másik pedig kiszámíthatatlan. És ami ránk vonatkozik, az a kiszámíthatatlan, hogy nem tudjuk, hogy mikor jö. Mert annak nincs előzménye. Ott csak azt tudja, az Isten tudja, hogy mikor jár le a egyháznak a föld, ilyen módon a földi küldetése. Na, nézzük meg akkor tehát. Máté 23-at, 37. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profétákat, megkövezed azokat, akik te hozzá küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat? Miképpen tyúk egybegyűjti a kis sérkéit, alá, és te nem akartad. Íme pusztán hagyatik nektek a ti házatok. Mert mondom, nektek mostantól fogva nem látok engem, mindaddig, míg nem azt mondjátok, áldott, aki jö az Úrnak a nevében. És ki Jézus a templomból? Tehát így van, ha kihagyjuk a fejezet számát, illetve a verszaknak a számát, tehát egy összefüggő proféciáról beszélünk. Tehát itt a názeti Jézus Krisztus megadta a választ, mert a tanítványok három kérdést tettek fel. A három kérdés így szólt. Mikor lesz Jeruzsálemnek és a szentélynek a pusztulása? Mikor történnek meg ezek? Ez volt az első kérdés. A második kérdés, hogy mi lesz az eljövetelednek a jele? A harmadik kérdés, hogy mi lesz a korszaknak, a végének a jele? Tehát ez a három kérdést tették fel a tanítványok. Ha elolvasod a 24. fejezet, az első kérdésre nem adott Jézus választ, mert hát nyilvánvalóan ott van a 23. fejezetében a válasz, a, ami, a, most, amit felolvastam. Ébren vagy? Tehát, ö, 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 a, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem megölöd a profétákat, de még visszamegyünk erre. De egyébként, ha elolvassátok a Lukács 21-et, ott két válasz van az első kérdésre, egyébként ott találjátok meg a választ hogy körülveszik Jeruzsálemet, ostromolják, a, a, zsidókat elviszik nemzetek közé, és addig fogják taposni Jeruzsálemet, a nemzetek, még be nem telik, a nemzeteknek az ideje. Tehát ez az első kérdésre a Lukács 21-ben, 24. és a 20. versszakban található a válasz. De igazából itt is megvan a válasz, de itt a 23. verszakban, és itt három korszakról beszél Jézus Krisztus, és ez rendkívül fontos megérteni Jeruzsálem problémájával, történelmi sorsával kapcsolatosan, hogy miért olyan ellentmondásos szerepet töltött be Jeruzsálem eddig az Istenek az üvtörténelmében. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen csődött mondott volna, de kétség nem mondott, mert megtörtént a legfontosabb dolog. Megszületett az evangélium, dicsőség az Úrnak. Ha valamiatt kell szeretned Jeruzsálemet, akkor azért, mert ott volt az engesztelő áldozat, ott megélted a drága Jézus, ott ontotta ki a vérét, Jézus érted, ott támadott föl a halálból, és ott aratott a bűn fölött, a halál fölött, győzelmet, hogy te is győztes légy. A valamiért, ha ezért önmagáért örökké szeretned kellene Jeruzsálemet. Ez nem Tibetbe történt, nem Mekkába történt, nem Rómába történt, hanem Jeruzsálembe történt. Ezért Jeruzsálemet önmagában ez az esemény egyedül állóvá teszi. Tehát nincs hozzá hasonló ö, ö, város, amely ilyen nagy történelmi és üftörténeti jelentőséggel bírna. És nem csak Jeruzsálem nem csak fizikai valóság, hanem üftörténeti helyszín, ami nélkülözhetetlen az egész üvtörténetnek a hitelessége, nek a bizonyítéka körében. Tehát nem lehet mellőzni Jeruzsálemet, mert a Jeruzsálemet mellőzők, akkor szinte mindent ki lehet húzni az evangéliumból. És sajnos ugye látjuk, hogy milyen hitetlenség jött létre a történelem során a keresztény világba, mert sajnálatos módon Jeruzsálemről elfeledkeztek a keresztények, vagy nem úgy gondolkodtak a keresztények Jeruzsálemről, ahogy gondolkozniuk kellett volna. És akik szeretik Jeruzsálemet, és szeretik Jézus Krisztust, az emmagában egy nagy vigasztalást és kegyelemet forrás jelent a hívőknek a szívébe. Tehát Jeruzsálem az nem olyan közömbös város, de nem azt jelenti, hogy én nemzetietlen vagyok, hazaáruló vagyok, hogy spirituális szempontból egy szép, gyönyörű Budapest elé helyezem Jeruzsálemet, mert Jeruzsálem, mondanám, mindenkinek az anyja, az édes anyukája. <laughs> és mindenki ott fog kapni vigasztalást. Ott fog beteljesedni mindazt, amilyen küzdködésen átmész a hívő életedben. Hát és. Ez, ez, érint bennünket is. Mert hát a mennyei Jeruzsálem, a földi Jeruzsálem elválaszthatatlan egymástól, és egyre inkább a kettőből egy lesz. A földi is olyan lesz, mint a mennyei. Még nem a milleniumi korszakban, de ott már azért nagy lépést fogunk tenni előre az örökké való Istenvárosa Isten városa számára. Kérdezem tőletek, Ábrahám miért hagyta ott urvárosát, Mezopotámiát, Miért hagyta ott a rokonait? Miért hagyta ott az apját, anyját, csinyát, binnyát, a bálványimádásoknak, szobroknak, képeknek, okkultizmusnak, jövendőmondásnak? Miért? Mert rájött arra, nyilván kijelentés kapott, hogy Isten várost készített az öt szeretők számára. És ő rájött erre, hogy ez menje Jeruzsálem. Dicsőség Istennek. Amen. És ezért adott. Ezért adott tizedet Sálem királyának, mert tudta, hogy Sálem, ugye Sálem, Jerusálem, ez az ősi neve, hogy ez kapcsolatban áll a főpapi szolgálattal. És a főpap nélkül nincs bimbocsánat, nincs kegyelem, nincs megigazulás, nincs Istennek a java áldása egyikünk számára sem az életünkben de megvan. Hál az Úrnak. Tehát, az első korszak a helyreállítási kísérletek. Nyilván a helyreállítási kísérlet, Jeruzsálem helyreállítási kísérlete. Nyilván a helyreállítási kísérletek, két megelőzte az apostázia, amely ugye Jeremiás korában történt, a babiloni fogságban történt az összeomlás, és a babyloni fogság után indult el a helyreállítási kísérlet, hogy helyreállítani újra a szentét, újra helyreállítani Jeruzsálemet, újra a zsidóságot, illetve Izraelt, szövetségi népé tenni, bibliai nemzetté tenni. Egyébként ma is ez a legaktuálisabb kérdés, mert az már tudjuk, hogy van modern zsidó állam, de hát nem ez az Isten célja. A Isten ezzel nem nyugszik meg. Az Istennek a célja az, hogy ez a zsidó államból szövetség népe legyen. Isten népe legyen. Ez ellen az egész világ lázat. Ezt senki nem akarja, még sajnálatos módon keresztények sem. A döntő többségek keresztényeknek fogalmuk nincs erről, hogy ez az Isten üvtörtének a legfontosabb része, és emiatt lesz Armageddon, emiatt lesz Gógis háború, emiatt vannak most háborúk, és emiatt lesz rengeteg nyomorúság, és egészen a názáti Jézus Krisztusnak a visszajöveteléig sajnálatos módon. Mert az emberek nem értik meg, nem értették meg, hogy Izraelnek a -val kötött szövetség, amikor Isten kioszta őket Egyiptomból, és a sinaink kötött velük szövetséget, az nem csak egy korszakot érintő, vagy két korszakot érintő szövetség, hanem, ha odafigyelsz, az örök szövetség. Az a szövetséget Isten ugyan felfüggesztette, de nem szüntette meg, hanem be akarja ezt a szövetséget az örökké valóságba vezetni, és ez jó, hogy ezzel a gondolattal Istennek ez a gondolat, ez nem cionista gondolat, mint ahogy, ahogy szokták mondani, hogy jó, cionista. Na és aztán, ha az, ha az van, mi a, mi? A cionizmus az egy szép dolog. Visszatérés Izraelbe, összegyűjtés a zsidóságnak, és visszaáll Izrael Isten népének, és a Sekina helyett a názati Jézus Kisztus visszajön Jeruzsálembe, és ő kormányozza a világot. Ne mondász nekem, hogy ez rossz dolog. Az ördög mondja, hogy ez rossz. Úgy fél tőle, mint a... Jobban, mint a Szent Elvisztől. Hát ettől fél, ettől van a nagy balhé, hogy, hogy nem akarja, hogy ez megvalósuljon. De dicsőség az Úrnak meg fog valósulni. És ezért vakítja, vakítja, süketé teszi az embereket, hogy ne vegyék észre Jeruzsámet. Legfeljebb, Elviszi őket turistaként Jeruzsálembe. Mind a tanítványok akkor még turistaként voltak ott Jézus mellett. Látták, hogy Jézus szomorúan jön ki a templomból. Egészen biztos, hogy nem örömmel jött ki. Hát gondolták, megugasztaljuk Jézust. <tos> És, <coughs> azt ah, mondták, 46 éve már építik, jel, á, építik e, e, a templomot. E, e, a, a, a Krisztus születés előtt 15-ben kezdte el Heródes, kedveskedni akart a zsidóknak és a második templomot megnagyobbította, pompásabbá tette, az volt a mániája, hogy szebb legyen, mint a Salamonnak a temploma. És még hatfonba is a történelem följelzi, tehát Krisztus után hatfamba is még folyt az építkezés, csak ugye közben kirobbant a rómaiakkal a háború, és az egész építkezés, és az erőfeszítések sajnos ebbe torkolódtak, de hogy miért torkolódtak, annak megvan ugye a, 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 az erkölcsi, szellemi, politikai mindenféle oka megvolt. Na a lényeg az, hogy a tanítványok ekkor még turistaként néztek, mint ahogy nagyon sokan így mentek el sajnálatos módon Jeruzsálembe, hogy megnézzük a szép épületeket, megnézzük a szép köveket, 2000 éves köveket, annál régebbi köveket, szent helyeket. Templ azért templomokban nem jártok, de sokan azért mennek, hogy a templomokat megnézzék, sencsír templom, és így tovább, stb. Nincs ezzel különösen nagy problémám, csak értsd meg, nem ez a Jeruzsálem lényege. És ez a problémám nekem, hogy sokan nem olyan áldással jönnek haza, mint amilyen jöhetnének, mert ostobán mennek oda. Jeruzsálem egy szent, szakrális, spirituális valóság, és ezt így ne közelítsd meg. A szép házakat menni akarsz menni, akkor ne Jeruzsálemben menj, menj Rómába, menj Párizsba, Londonba, vagy menj el Dubajba. Már modern városokat látsz. Tehát, hogyha szép épületeket akartok látni, van bőven a gyönyörű szép város a világon, megnézhettek. Jeruzsálemben nem ezért megyek. Persze örülök, amikor látom, hogy mindig szépül, szépül, csinosítják de hát igazából, hogy ez milyen lesz ma a Jeruzsálem, fogalmam nincsen. Egy tudok, az biztos vagyok benne, hogy sokkal gyönyörűbb lesz, mint most, amit látok, mert egészen biztos, hogy az Úrnak a beavatkozása féleképpen, hogy az Úr a mennyből is hoz le építészeket, vagy pedig ad a, e, olyan e, földi szakembereknek olyan kenetet, míg annak idején Mózesnek, az egyik munkatársának, vagy Salamon építésének, és teljes mértékben más lesz Jeruzsálem, mint ahogy kinéz. Tehát lehet nyilvánvalóan e, az épületekben, meg az emberi műben gyönyörködni, de hát álljunk meg egy pillanatra. Szüleimán építette a, a, a falat Jeruzsálem körül, az, amíg a Magyarországot e, letiporta, és elnyomta, és jó becsapta a magyarokat, tehát a, 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 ő, ő építette ezt a falat. Nyilvánvalóan ez nem zavar engem, mert nehogy félreértés legyen, csak a helyére teszem, hogy ez a szüleimán. De hát nyilvánvalóan úgyra mondom, hogy a Jeruzsálemben elsősorban nézem, Budapestről is tudom nézni. Azért nem megyek oda, hogy megcsokolgassam a köveket hanem azért, mert, hanem szemlélem a Budapestet. Minden reggel, minden reggel, nem mondom meg melyik oldalt, azonnal megnézem, hogy mi Jeruzsálemről és Izraelről az friss hír. Az az első a tájékozódásomban, hogy mi van Jeruzsálemmel, mert szemlélem, mert rájöttem arra, hogy a proféciákat csak így lehet szemlélni, hogy szem előtt tartja az ember. Nyilván a földi eseményeket nem túlzolom el, mert amikor nem történik semmi olyan jelentőség teljes, akkor lapozunk, megyünk tovább, oké, okay, még nem jött el a mesiás, menjünk tovább. Egyszer várom, hogy egyszer megjelenik Breakingbe, de remélem, hogy énét is le fogjuk látni, amikor megjön az Úr, mert minden szem meg fogja látni. De valószínű, hogy ők lehet, hogy egy pillanat alatt előbb látják. Na minden esetre nem turistaként meg kell menni Izraelbe, illetve Jeruzsálembe, hanem, hanem úgy, ahogy az úr szemlélni, nézni a kijelentéseket, Isten igéje nélkül nem értelmezhető Jeruzsálem, nem értelmezhető a szent helynek a jövőjének az alakulása, nem értelmezhető a korszaknak a... Lezáró események, és azután következő új korszak. Tehát Isten igényén keresztül kell nézni. Ha Galileába megy el az ember, akkor az Evangélium története szerint néz az ember, mert ugye mi nagyon megváltozott 2000 év alatt a térség, de óriási nagy élmény, amikor az Evangélium alapján nézi az ember, és a történeteket megeleveníti magába, és próbálja rekonstruálni, hogy abban a korban, Jézus korban, hogy is lehetett az a hegyi beszéd, hogy lehetett a kenyérszaporítás, hogy lehetett a vizenjárás, és így tovább. Tehát ezek az emberek rekonstruálja. És ahogy rekonstruálja, az a döbbenetes az Úrnál, különösen a kell betöltött embereknek, ha erősen figyelsz az Úr személyére, megidézed, most nem halott idézés, már Jézust nem lehet halott idézésként megidézni, mert él. Csak a halottakra vonatkozik a halott idézés. De Jézus Krisztus megidézni, az nem halott idézés, annak semmi köze nincs a spiritizmushoz. Bátran gondolkodjál rajta, a képzelő erődet is elengedheted, mert az egy nagy olyan, mint a filmvászon, és a Szent Lélek tele van, a, vá a vászon megteli képekkel, evangéliumi képekkel. És figyel, amikor figyeled, és soha ne a semmit erre figyel, semmiből figyelj Jézusra, hanem mindig ragadj meg, amilyen ige jön előtted, vagy történet, azon keresztül, mert figyel meg, az a történetbe elmélyülsz, és azt próbálod rekonstruálni, egyre több jön belőle a szelemedbe. És olyan áldás lesz, mint a kutba, ahogy megtelik vízzel, ugyanúgy a szellemed megtelik Szentlélekkel. Jeruzsálem és Izraeli utak ezért tudnak áldások lenni. Első tehát a helyreállítás. Nem volt sikeres a helyreállítás, mert a profétákra nem hallgatta, és ugye végül is megjelent a mesiás, ő is proféta természetesen, és éppen elmondtam, hogy bement a templomba, kijelentette az én házam, és hát tulajdonképpen kiebrudolták a templomból. Ő meg úriember volt, ő nem hívott le 12 légiót a, a mennyből, hogy takarítsák ki a templomat, már most ő eljött, és ő a mesiás, hogy nem kellek, nem ismeritek el, ezért kijött a templomból, és nyilvánvalóan, ha kijön a templomból, a gazda, a templomra mi várt? Mi várt, mi lehetett a sorsa? A pusztulás. Semmi más. Semmi más alternatívája nem volt. Csak a pusztulás és az ítélet. És ez meg is történt 70-ben a, a pusztulás. Következő, ez a második szakasz. 38. versszak. Pusztán vagy elhagyatott, magányos lesz a ti házatok. Ez kétértelmű kifejezés. Nem a magánházaikra vonatkozott elsősorban, hanem a ti házatok, vagyis az úrháza. Ami a ti házatok lett, mert hát az úrat kiküldtétek, nem fogadtátok el, hogy ez én házam. Jézus ugye ezt mondta. És ezért az Istenek a háza üres kijelentette, üres lesz, puszta lesz, és Kész. és nyilvánvalóan van egy másik értelme, hogy elveszítik a magán házaik fölött is a, a tulajdon jogukat. És ugye ez sajnos 70 meg is történt a nagy részénél, és a bárkoba fölkelés után pedig a rómaiak halálbüntetésnek a terhe mellett kitiltották a zsidókat Jeruzsálemből. Mit gondoltok, meddig nem mehettek zsidók Jeruzsálemben? Megrázó dolog ez számomra, és azt gondolom, hogy a keresztényeknek nagyon fontos lenne, magukba szálljanak, persze, ne, hát mi, én magamba szálltam, és már régen bűnbánatot tartottam, és azt gondolom, hogy a történelmi kereszténységnek ez is egy nagy történelmi bűne. Hogy a 7. század majdnem közepéig a keresztény, római birodalom, tehát a Konstantinus, Konstantin császár utáni birodalomra vonatkozik, és a bi utána a bizáncsis császárság, az is keresztény volt, szintén érvényben tartotta a Hadrianus császárnak a törvényét. És ez egy óriási nagy bűn. Mert ha keresztények lettek volna, akkor nyilvánvalóan megengedték volna, hogy a zsidók visszamehetnek, de a a templomba. Tudjátok, hogy nagyon sok baj ebből származik a mai napig is? Ezért van Izraelben még most is a muszlimok fele nagyobb bizalom, mint a keresztények felé? Sajnálatos módon. Bár a utóbbi időben kezd változni, de mégis jobban bíznak benne. Mert a bizánci császárság ideje alatt a 6. 7. század elején a zsidók összefogtak a perzsákkal, és egy rövid ideig elfoglalták Jeruzsálemet, akkor kezdhettek abban a rövid idő alatt a zsidók betelepedni újra Jeruzsálembe, és utána mindig nehezebb sorsuk volt a keresztény ére alatt. De igazából hát ez a probléma, hogy a keresztények elfogadták a pogány a romának a nem csak antijudaista, hanem, hát nem is tudom, minek nevezzem ezt, mert az Izrael nemzetének a megsemmisítéséről beszélünk, és a kinyilatkoztatás megsemmisítéséről beszélünk, és ugye ennek kapcsán fejlődött ki a helyettesítési teológia, és a helyettesítési teológia a mai napig is a keresztényeknek a tömegeit azért befolyásolja, és a gondolkozásaikat meghatározza, amely úgy szól, hogy mivel a zsidók a profétáknak és a, 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 a mesiásnak, Jézus Krisztusnak nem hittek, hanem üldözték őket, sőt Jézus Krisztusnak a megfeszítésében felelősség terheli őket, ezért elveszítették a főpapi tisztséget, és elveszítette Jeruzsálem is, Jeruzsálem is az üsztörténetben azt a szerepét, amivel rendelkezett az Ószövetség ideje alatt. És ezért belépett ugye Róma helyére, a főpapként belépett, a zsidó főpapként. Persze nem lehetett már a rendet Izraelbe, vagy Judeába helyreállítani nyilvánvalóan, templom nélkül. De hát ebben nyilván benne volt Istenek az akarata. De azért egészen más, hogyha az emberek, vagy a kereszténység Isten igéje szerint viszonyult volna a zsidósághoz. Egészen biztos vagyok benne hogy az a nagy hatalmas, nagy fal nem épült volna föl Európában a keresztény és a zsidók között, és egészen biztos vagyok benne, holokausra sem került volna sor. A dolgok összefüggnek. Egy nagyon nagy története van. Ez nem azt mondom, hogy a kereszténységet terheli a holokauszt e, a, a fő felelősség, de hogy felelős, az biztos, és teremtett Európában egy olyan közeget, hogy ilyen rendszer Európában ki tudott jönni, és az embereknek a gondolkozásában, világnézetében ilyen dolgok a zsidósággal szemben, ilyen sötét sátáni dolgok létre tudtak jönni. Mert olyan nagy hagyománya volt ennek, a, a, a ugye gyilkosságnak is nevezik, a, tehát a, a zsidósággal kapcsolatos elutasításnak, mert, a, a, mert keresztel élve Aranyszájú Szent Jánostól fogva az egyházatjáknak jelentős része meg volt győződve arról, mindegyik antiszemita volt ezek között, nem kivétel persze vannak, de az egyházatják jelentős része, behajuk be, nem csak Andi judaista volt, nem csak vallási szempontból volt ö, neki ö, ellenvetése, hanem antiszemiták voltak, és ez volt az oka annak, hogy ezt az antiszemitizmust átvette Konstantin, mert senki nem mondta Konstantinnak, hogy figyelj, fejezd be, meg kell változni, mert Isten népe, a szövetség ugyan fel van függesztve, de viszont ezt nem lehet ilyen jogfosztátságra ítélni a zsidóságot. Ugyanezt meg lehetett volna mondani a keresztény vezetőknek, a bizáncis császárnak, de nem tudom, te történész vagy, hogy volt-e ilyen keresztény vezető, aki a császároknak tájékoztatta volna, hogy ne hozzanak ilyen döntést, ne fogadják el ezt a pogány örökséget. Még most is van egyébként helyreállításra lehetősége a keresztény világnak. Például, hogyha igaz a legenda, én azt gondolom, hogy van valóság, hogy a menóra és a templomnak a bizonyos aranytárgyai a Vatikánba, a Vatikának az alaksorába, sőt némelyek a hetedik, mínusz hetedikbe elrakják, hogy ott van, állítólag aki eddig látta, az mind bajba került a dicsősége miatt, de vala biztos vagyok benne, ha jön a kijelölt idő, vissza kell adni, és vissza is fogják adni, biztos vagyok benne előbb-utóbb. De azt mondják, nincs semmi bizonyíték arra, hogy elvitték volna ott őket és ott van mai napig is. Érdekes, a diadalív megmaradt, és pontosan ez a Titus diadalív tartalmazza, ugye a Jeruzsálemnek a templomnak a pusztulása után, hogy a Titusnak a serege hogyan viszi el Rómába a menórát és a többi szent tárgyat, ami nagyon fontos funkciója volt a templomnak, a szentélynek. Most felkérdezheted tőlem, hát miért ennyire fontos ez a szentély? ősi története van, hát ez megint több óra, de nagyon röviden, hat foglalkozzak össze, csak vezérsza, foglaljam össze vezérszavakkal. Először Ábrahámt jegyez meg, ám Raám. Van egy az Ábrahám életében egy nagy történet, a fiának a feláldozási, és a nem áldozta föl, hanem próbálja, hogy áldozza föl a fiát. Elvi Isten megmutatta neki, hogy hová vigye. Moria hegyére vitte föl és a Moria hegyén csinált egy oltárt, odatette tette Izsákot, engedelmeskedett Izsák szépen, várta, hogy az apja levágja a fejét, vagy a keté vágja, és föláldozza. Engedelmes fiú volt, és ahogy felemeli Ábrahám a kését, hogy feláldozza a fiát, a mennyből szólt, hogy a, Isten, Ábrahám, Ábrahám meted, és akkor Ábrahám fölnézett, és látta, hogy ott van egy kos, bele van ö, akadva szarva egy bozótba, és akkor megértette, hogy nem a fiát kell föláldozni, hanem azt a kost kell föláldozni. Akkor gyorsan a fiát föloldatta, az oltárra rátette a kost és föláldozta, és az úr adott neki egy kijelentést, hogy ez a hely, a Yakve jére, hogy az Isten lát, magyarba úgy van, hogy gondviselés, de a látszó, mert az Isten, ha valakit megnéz, meglát, az biztos, hogy abból áldás származik. És a látásból ellátás is származhat. mi ugye magyarban nagyon szép szó ez, hogy az ellátás. Tehát ott, azon a Moria hegyén adja Isten az emberiség számára az ellátást, azokat a javakat, amire az embernek szüksége van, hogy meggyógyuljon a haláltól, a halálnak a mérgétől. Ez a jágfejére. Ezt megmutatta Isten Ábrahámnak. Aztán most Jákobbal nem akarok beszélni, mert az megint egy hosszabb dolog, hogy hol volt Bétel. Már a Bétel most máshol mutatják. Én szerintem is Bétel Moria hegyén történt eredetileg, mert a Bétel az Istennek a házát jelenti, csak nyilvánvalóan Jeruzsálemnek a jelentőségét a honfoglalás után nem ismerték fel, ezért a sátrat nem ott állították föl, hanem ott állították föl. Ez egyik hely, ugye Bétel, Istennek a háza annyit jelent, de minden zsidó, ortodox zsidó meg van győződve arról, hogy az is a Moria hegyen történt, hogy amikor Jákob menekült a, a, a bátyja elől, és rátört a sötét éjszaka, hirtelen, ugye közel leszáll a sötét éjszaka, és hát nem volt hol hogy megaludjon, egy kövedvet Jákob lefeküdt, körretette a fejét, és éjszaka az úr kijelentette neki, hogy ott azon a kövön, ahol alszik, ott fog majd Isten háza állni. És így ezzel ébredt fel. Nagyon meg volt lepődve, hogy milyen szent helyen van, hogy ez a hely nem más, mint Isten és a Földnek, illetve mennynek, és a Földnek a kapcsolatási pontja ahol Isten összekapcsolódik a természetes világgal a földdel. És ezért Jákob elkötelezte Istennek magát, hogy, 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 Isten fogja szolgálni, és tizedet fizet, hogyha visszahozza, és ugye azt a helyet megjelölte, ezért ezt nevezzük Bételnek. Hosszú évszázadok elmúltak, elfeledkeztek erről a helyről, ugye volt az egyiptomi rabszolgasors, utána a honfoglalás. Józsuésnak se jutott eszébe, nyilván sok feladat volt a honfoglalás ideje. Ugyan elfoglalták Jeruz Jeruzsálemet, de nem ö, ismerték fel Jeruzsálemnek a jelentőségét, ezt a jákfej írét, amit egy sose felejtsd el, ezt ők elfelejtették. Nem volt erről kijelentés. Volt kijelentés, de elfelejtették. És ezért a honfoglalás nyögve nyelve ment. A Józsué ugyan nagy dolgot ért el, letelepítette Izrael, de igazából nem volt a társadalmi rendnek, nyilván nem világrendszer van, de hogy egy világrendszerbe beilleszkedett egy olyan társadalom, egy kilógott akkori világrendjéből, ehhez kellett volna stabilitással rendelkezni, de nem tudott stabilizálódni Izrael. Olvasd el a Virág könyvét, Sámuel könyvét. Miért nem tudott? Mert a dolgok nem a helyén voltak. És mikor történt az Izraelnek a stabilitása, amikor az isteni rendre épült a társadalom rend, amikor Hebronban a Dávidot királyá kenték, és Dávidnak az első dolga mi volt, foglaljuk el Jeruzsálemet. Mert addig a Jeruzsálemben Jebúzeusok laktak. Na de! Fölvonult Dávid a izrael fiaival együtt. Jebúzeusok ravasz emberek voltak, az összes sánták és bakot fölállították a várfalhoz. Ők abba a hitben éltek, hogy aki a sántát és a bakot megöli, arra átok jön. És ezzel meg akarták rendíteni, egy, egy mágia volt, varázslás volt, meg akarták félelmíteni Dávidot és hadseregét, hogy nehogy már megosromolja Jeruzsálemet, mert az átkod hozi ő rá is, meg a népére is. Dávid azt mondta, vágjátok le őket. És mondta, hogy a vízcsatornán, hányan bújtatok be azon a vízcsatornán, amely ugye megvan, ezért menj Jeruzsálembe, búj le, és menjéle le a, a Gihon forrásáig, ahol fölkenték királynak Salamont. Tehát ott ez a mai napig is megvan, ugyanaz, ugyanaz a vízfolyam, a vízfolyás víz volt, és ugye annyira erős volt a vár, hogy csak azon keresztül tudtak behatolni a városba. Návid Eszes volt, ugye nyilván tanulmányozhatta már előtte a földrajzi adottságát, és rájött arra, hogy nem osrommal kell kísérletezni, hanem a víz vízcsatornán keresztül kell fölhatolni, és aki először fölhatol és elfoglalja, az fővezér lesz. Joab így lett fővezér. És utána Dávidnak a városáról beszélünk Jeruzsálemmel kapcsolatosan. Na já, já, ne, nem volt elégedett Dávid. Nincs, nem stimmelnek még a dolgok. És rájött arra, hogy azért nem stimmelnek a dolgok, mert hát igazából a fridládán van a lényeg, mert a szentély és a frigyláda, a, mert a, a képviseli a mesiás Jézus Krisztus, a szentély a fridláda nélkül ez így nem stimmel, mert közben a, a filiszteusoknak a fogságába került, majd őket Isten a csapá, jó megcsapkodta, azt látták, hogy az lesz az áldás, ha visszaadjuk a zsidóknak a fridládát, adja Isten, hogy ezre rájöjjenek a pogányok is, hogy a mostani zűrzavarnak, ami mélyül a világban, az az egyik oka, hogy el kellene ismerni a zsidóságnak a spirituális-történelmi jogait Jeruzsálemre. Amen. Amen. <coughs> És ezért örülök, hogyha Magyarország úgy dönt, hogy a nagykövetséget odaviszi, mert áldás lesz ez, ha hittel csinálják, a politikai fantáziából, meg spekulációból akkor nem lesz áldás, de a hitből csinálják, akkor áldás lesz, tehát hogy ez a, hit, a, különbség, a nagy különbség van a politikai kalkuláció és a hit között. Na a lényeg az... hogy Dávid rájött arra, a Fridládát föl kell vinni, és akkor felvitte, és ilyen módon a Dávidnak a királysága így tudott stabilizálni, és így tudta befejezni a honfoglalást, és igazából Dávid király ideje alatt volt stabil Izrael. És ez egyben előképe az új világrendnek, ami majd a millenniumi korszakban jön létre. Dicsőség Istennek. Tehát, de ezután se volt elégedett Dávid. Itt a sátor, benne van a fridláda, dicsérjük az urat. Közben én építettem egy nagy palotát magamnak. Látta, jó, tágas, minden, és ez így nem jó. Hogy a fridláda egy sátorban van, én meg palotában lakok, nem volt jól elkismerte ennek a derék, Isten áldott embernek, és az volt a vágya, hogy az Istennek még szebb palotát, házat fog építeni, mint saját magának. A Dávid ezért volt nagy, egyrészt az egésznek a lényegét látta, és azt látta, hogy mennyire fontos Isten házának az építése, mert ez a nemzet egységének, fennmaradásának, pályafutásának, a sikerének, ez a kulcsa. és gyűjtötte is szépen a pénzt. Csinált egy kis rablót, eh, háborúkat is, de igazságosak voltak azok mind, eh, de a annani eh, dézsmákat, illetve prédákat nem a palotájába vitt, hanem szépen gyűjtötte össze, hogy majd a templomra fogja fordítani, de Isten nem engedte meg, hogy ő építse fel a szentét, mert azt mondta Isten, Dávid, nagyon sok vér tapad a kezedhez teljesen igazságosan harcolt, egy embert nem ölt meg Dávid, illetve egyet kivételével, egy kivétel. Uriást megölte. Ezért Isten azt mondta, hogy a béke emberének kell felépíteni. És ezért nem véletlenül már gondoskodtak csecsemőkorában hogy Salamon legyen a neve, aki a béke embere. És őre bízta Isten. Mit olvasunk a 2. II. Korintus harmadik fejezetbe? hogy hol építette föl Salamona a szentét? Azt mondja Isten igéje, ott, ahol az Úr megmutatta a Jebuzeus ornár szérüjén, a Moria hegyén. Na, visszatértünk Moriához. Hogy uh, Dávid a uralkodása végén rájött arra, hogy Moria az a hegy, de milyen nehezen jött rá. Látjátok, hogy az időnek a pora mennyire feledésbe tudja uh, dönteni a legalapvetőbb és legfontosabb igazságokat? Mert ezt Isten kielentette Ábrahámnak. De látjátok Dávidnak, hogy ezt fölismerje, egy csomó, több tízezer embernek meg kellett halni, és egy butaságot kellett neki ahhoz csinálni, hogy abból Isten jót hozzon ki belőle. Ez nem azt jelenti, hogy te is csinál hülyeséget, hogy abból jó származom belőled, mert nem biztos, hogy túléled. De Dávid kegyelmet kapott Istentől, túlélte és rájött arra, hogy a mostani templomhegy, ahol ott van az a szikla mecset, arra, arra azon a helyen kell felépíteni a, a Szentét, és a Dávid Ábrahám, illetve Salamonnak megmondta, Fiam, az Úr ezt a helyet mutatta nekem, ezen a helyen építs fel a Szentét. És Salamon megtette. Felépítette. Mert sok időben telne, hogy elmondjam, hogy igazából a Salamonnak az imádkozása kulcskérdés. Nagyon fontos, hogyha Jeruzsálemben mész, a Salamonnak az imájával tisztába legyél, hogy mi a, 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 a városnak a spirituális jelentése. Mert ma ráadásul elhagyatott a... a, a hely, ki van szolgáltatva. Hát nem én mondtam, az úr mondta, az úr igényében olvasod, hogy az ellenségnek át lett adva. És a másik dolog, hogy pogányok tapossák. Ez olyan bájos dolog számomra, hogy ugye az iszlám is szentnek gondolja magát, nem pogányna, illetve hát etnosz szerepel nyilvánvalóan a pogány szerepe, szó szerepel a, a Károlinál, hogy a pogányok, etnoszok tapossák, Jeruzsálemet, de ugye ebbe beletartozik egy rövid ideig a keresztények is. Tehát ezek mind szaknál is emberek, közösségnek tartják magukat, de valójában a, ők Jeruzsálemnek a megszállói. Hát ez a helyzet. Bármennyire is fájdalmas, hogy most év évtizedig vagy évszázadig tartott a megszállás, ez az igazságon sajnos nem változtat, mert itt Isten jogról van szó, ez nem olyan dolog, mint a nemzetekkel kapcsolatos területi viták, hogy kinek van elsőbsége, stb., hanem van egy isteni jog, és van természetesen történelmi jog is. És hát ugye itt az a kalkuláció Jeruzsálemmel kapcsolatosan, hogy melyik jognak van elsőbsége és melyik jog fog érvényesülni végül is, és ki fogja azt érvényesíteni. És nyilván az Isten jogát emberek nem fogják érvényesíteni, ezért fog Isten közvetlenül beavatkozni a korszaknak a végébe, az ő jogát érvényesítse, mert az emberek egészen másképpen fogják Jeruzsálemnek a státuszát rendezni nyilvánvalóan, mert ők az Isteni jogot figyelmen kívül hagyják, ezt mondtam, hogy ez okozza a világ, és az, az Isten között a legutolsó, és a legnagyobb, és a legdrámai problémát és konfliktust. És ezt, kedves testvéreim, értsétek meg, hogy ennek a konfliktusnak persze a proficiákat szemlélni kell, de imádkozni kell, és legalább ugyanúgy, mint a zsidóknak, hogy az Úr építse fel újra Jeruzsálemet. Mert a Jeruzsálemtől függ az emberiségnek a jövője. Jeruzsálemtől függ az emberiség jövője. Magyarország jövője, Európa jövője, az Egyesült Államok jövője, Oroszország jövője, Ukrajna jövője. Minden nemzetnek a jövője Jeruzsálemtől függ. Ez a helyzet. Ma ezt nagyon kevesen nem, hogy el, nem fogadják el, hanem meg vannak sértődve, amik erről beszélünk. De az a helyzet, hogy ezt Isten eldöntötte, hogy Jeruzsálemet kiválasztja magának, és az lesz neki a lakóhelye. Salamon imájáról beszéltem. Ugye az is az ima úgy kezdődik, hogy Isten a Jeruzsálemet kiválasztotta. Egy nagtalmas nagy kérdés szerepel ebben az imában. Hogy vajon Isten valóságosan tud-e lakni az emberek között a Földön? Ezt kérdezte Salamon Istentől. Ha figyelmesen megnézem, az imában nincs erre válasz. Mert ha az Istent önmagában nézem, akkor azt mondom, nem létezik, hogy az emberek tudnak olyan épületet építeni, amiben Isten tud lakni. De mégis azt mondom a nem után, hogy igen, mert Isten emberé lett Jézus Krisztusban, És ő igenis be tud visszamenni a templomba, a Szentébe is tud benne lakni. Dicsőség az Úrnak! Amen. És ez meg fog történni. És az egész fejezet arról szól, hogy felsorolja, hogy igazából ez az imádságnak a helye, ez nem csak egy szólogán, hanem felsorolja konkrétan, hogyha valaki oda megy, és miért imádkozik, és kérdi Salamon, hogy hallgassa meg Isten. Sőt, ha idegen jön, akár betegség, akár más dolgok miatt, szabadulás miatt, bűnbocsánat miatt, vagy emberekkel gonosz volt, és ebből a gonoszságból megtérte, felhívom a figyelmetekkel, hogy az emberekkel való bánásmód és Isten előtt nagyon gonosz dolog tud lenni. Tehát nagyon fontos törekedjél arra, hogy igazságosan bánjál az ember társaiddal. De ez egy kulcskérdés. Nagyon sok ember szereti az urat, de igazságtalanul bánik az ember társával, és különösen attól tudsz elkárhozni, hogy a szeretteiddel gonoszul bánsz. Hiába imádkozol, hiába szereted az urat, az ember társaiddal gonosz vagy. Nem tudsz nekik megbocsátani, gyűlölöd őket, vádolod őket, rágalmazod őket, olyan tiszta, jószívű embereket ellenségként kezeled, Megvadítod ő, ő, őket. Tehát felhívom erre figyelmeteket, hogy az emberek közötti kapcsolatteremtésben érvényesülnie kell az igazságor, Isten országának az alapelveinek, az igazságnak, a békességnek és az örömnek. Így kell a házastársak fölött, a szülők és gyermek között, testvér és testvér között. Nyilvánvalóan az ellenséggel más a helyzet az igazságosság csak, mert hát el, az ellenség azt jelenti, hogy ellenségesen viszonyul és te, tevékenykedik, és nyilvánvalóan ezt te elviseled, vagy kiáltasz az Úrhoz, és nyilvánvalóan ezzel kapcsolatosan más a magatartási mód, de akkor is Krisztus hát Krisztus az ellenségeivel, majd meglátjuk, hogy hogyan fog bánni, meg eddig is nem, nem, úgy bánik. Különbség van, aki Isten szolgálja, meg aki nem Isten szolgálja. Hát sok mindent, még csak a bevezetőnél tartok, a, hogy hívjáknál, úgyhogy fogom folytatni az utolsó, illetve Jeruzsálemmel kapcsolatosan, de az a, a kérésem, hogy imádkozzatok Jeruzsálemmel kapcsolatosan, továbbra is fönnáll az, hogy elhagyatott Jeruzsálem, tehát szó nincs arról, hogy a Jeruzsálemnek a helyreállítása megtörtént volna, tehát nem történt meg Jeruzsálem helyreállítása. Fönnállnak a Jeruzsálem és a templom bukásának, pusztulásának az okai a mai modern Izraelbe is. Pontosan ezért kell imádkozni, hogy az Istennek a kegyelme, Beavatkozzon, mert most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy semmi emberi szempontból nézve, hogy ez egy tragédiába fullad, mint ahogy az ortodoxok ezt előre megmondták, mert Jeruzsálemet és a Szentét nem lehet felépíteni bűnös módon, nem lehet felépíteni úgy, hogy nem térünk vissza, a szövetségbe, és nem leszünk szövetség népe. Ez a probléma. Ortodoxok ebből indultak ki, és ebben nagyon-nagyon sok igazság van, de arról nem szabad elfeledkeznünk, hogy Isten irgalmas, kegyelmes, és ezért kell könyörögni Istenhez, hogy ez a dráma, ami lesz, ne teljes pusztulást jelentsen, hanem az egész Izrael számára megmenekülést jelentsen, de ehhez Isten őrelokat kér, hogy Jeruzsálem igazságáért, megmentéséért imádkozzanak, mint ahogy a zsidók szinte minden étkezés előtt imádkoznak, hogy az Isten építse fel Jeruzsálemet, és a keresztényeknek legalább annyira szív ügyük, mert a sekina az nem más, mint Jézus Krisztusnak a, a előlegzett jelenléte az Ószövetségben, a templom a szent, a szentjében. Még egyszer elmondom. A sekina az a Krisztusnak az előlegzett jelenléte a templomba. És amikor eh, eh, eljön igazából nem csak a sekina, hanem a Názárti Jézus Krisztus személyében maga a, a, a új eh, te, eh, házába, maga a mesiás fog lakni, akkor beteljesedik. Samma, hogy ott lakik az Úr, és ebből származik az Isten országának az eljövetele, a földi eljövetele, és amiről beszéltem, hogy láthatóvá fog válni Istennek az országa igazságosságban, békességben, örömben, és az emberek nem megrontják egymást, hanem igazságosságban és szentségben bánnak egymással. Dicsőség az Úrnak! De hát nagyon sok részletet ki kellett hagynom, csak a befejezés mondtam, és a 102. Zsoltárral még azért egy fejezetet felolvasok, amely pontosan ez a Zsoltár tartalmazza a, a lerombolt cionér való könyörgést, hogy hogyan könyörögjünk, csak egyetlen illetve verszakot, vagy illetve három verszakot emelnék ki. Te kelj fel, könyörülj Cionon, tehát imádkozik a Aszáv, hogy könyörüljön Isten Cionon Jeruzsálemen, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő, vagy a kijelölt idő. Látjátok, Jeruzsálemnek fölött is megvan a kijelölt idő, hogy mikor fog eljönni. A 11. versszak, tehát a megszabott idő, mert kedvelik a te szolgáid, annak a köveit, és a porát kimélik. Félik a népek az Úrnak a nevét, és a Földnek minden királya a te dicsőségedet, mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségben. Tehát a válasz az, hogy az imát meghallgatja az Úr, könyörül Sionon, és meg fogjuk látni, hogy a királynak a dicsőségét, és a Föld minden nemzete meglátja a királynak a dicsőségét, és ezért fontos, hogy imádkozzunk, mert, újra mondom, Jeruzsálem és a, a Szentély az közügy. Izrael ügye a, a nemzeti keretek között nyilvánvalóan első számú, de a nemzetek számára is ez első számú ügy. És ha valakiknek kell ezt tudatosítani az emberekben, az mi vagyunk. Isten áldjon meg benneteket!